Mai vendége Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm szépen, és nagy tisztettel köszöntöm a televízió nézőit is. Mit tart a legsikeresebb ágazatnak, akár a közmunkaprogramon belül, amely olyan hozzáadott értéket ad a város működéséhez, a városnak, amire büszkék lettünk? Az igazság, hogy egyet így nem lehet kiemelni, mert hogyha darabonként megnéz, vagy programonként megnézzük, akkor mindenhol van hozzáadott érték. Mondhatom ezt, hogy megoldódott az aszfaltozási probléma, külön aszfaltos csoportot sikerült alakítani, az összes aszfaltozó gépet, amely a kátyuk rendbetételéhez szükséges, vagy járdakészítéshez szükséges, meg tudtuk vásárolni 100%-os állami finanszírozás mellett, valamint sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalókba egy olyan aszfaltozó csoportot kialakítani, akik maguknak érzik ezt az aszfaltozást, és egyre jobb szinten elvégzik. Ez a város szempontjából egy magas hozzáadott érték, mert évente egy 20 millió forint értékű aszfaltot sikerült bedolgozni a városba, amire a városnak nem kell fordítani semmit, sem bérben és járulékban, sem pedig közvetlen költségben, tehát anyagvásárlásban maga az aszfaltot is megtámogatja az állam, de sem a járműveknek a hajtó és kerülőanyagát nem kell külön önkormányzati forrásból megvásárolni, hanem állami forrásból tudjuk biztosítani. De ugyanígy tudnám említeni a mezőgazdasági program keretében azt, hogy durván 3 hektáron, 2,9 hektáron gazdálkodásai erdőgazdálkodás tekintetében csemetéket állítunk elő, amelyek a közterületek kerülnek, de ez nem csak Karcagon történik már a fák kiültetése, hanem nagyon sok környező település is megkeres bennünket és vásárol tőlünk csemetét, de mondhatnám azt a zöldségtermesztési vagy gyümölcstermesztési programot is, ahol nagyon sok helyre értékesíteni tudunk már. Egy nagyon fontos állomása volt ennek az értékesítési láncnak az, hogy a környező települések közül több olyan feldolgozó üzem létesült, amelyek alapanyag szükségletét nagy mértékben alapozzák a karcagi termékekre, akár gyümölcs, akár zöldség tekintetében, tehát nagyon kedvező piaci pozícióba vagyunk. De mondhatnám azt is, hogy pecsenye csirke előállítással foglalkozunk, több turnusban, egy-egy turnusban 5-600 pecsenye csirkét állítunk elő, évente 3-4 turnusban, és ezt is most már nem csak a középkeztetésbe forgatjuk vissza, hanem piaci szereplőként is értékesítésben megjelenünk, amely szintén bevételt jelent a városgondosságnak. Mondhatnám azt, a közterületek, közutak karbantartása, rendbentartása ugyanolyan fontos a város életében, mint az előbb említettek, de mondhatnám azt, hogy a mezőgazdasági fölött a Karcag, hogy egy mezőgazdasági nagyhatárú város, 30 ezer hektár termőterülete van a városnak, és itt több száz kilométer földút van. Évente több 10 millió forintot tudunk ezeknek az utaknak a karbantartására fordítani. Ezt is a közmunkaprogram biztosítja, nem csak a dolgozóknak a munkabérét, hanem azokat a speciális eszközöket is meg tudtuk ebből a munkaprogramból vásárolni 100%-os támogatottság mellett, amely ahhoz szükséges, hogy normális állapotba tudjuk, járható állapotba tudjuk hozni ezeket a mezőgazdasági földutakat. Azért azt nem mondanám, hogy 100%-ban minden évben több száz kilométer utat rendbe tartunk, de egy-egy évben 70-80 kilométer úttal a legrosszabbakkal és a legnagyobb forgalmakkal boldogulhatunk. Tehát nagyon nehéz ebből a közfoglalkoztatásból bármit is kiemelni, de kiemelhetném azt a 15 fős csoportot is, aki a illegális hulladéklerakóknak a felszámolásával foglalkozik. Ez a pályázat mindösszesen annyit takar, hogy a kialakult illegálisan lerakott szemetet, hulladékot össze kell gyűjteni, és ezt be kell szállítani olyan hulladéklerakó telepekre, Karcag esetében nagyon egyszerű helyzet, mert a karcagi hulladéklerakóra, ahol további feldolgozásra kerül ez. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.